Sziasztok, sziasztok, itt egy Mihoros, ez itt a Csábításból, és 26. epizódja. A hangomért elnézést, már nagyon fáradt vagyok, és beteg is. Úgyhogy valószínűleg ilyen lesz egész végig. Úgyhogy elnézést érte, illetve akkor kezdjünk is neki. A 26. epizódnak. Szóval ugye megtudtuk a nagy hírt. Peggy megérde az újságban, hogy jó, diák, érkezik a suliba. Fura, de kicsit felkavart ez a hír. Tudom, biztosan ide derültem, hogy eddig én voltam az új lány. Hát van ez így általában. Jönnek, mennek az emberek. Na, ez úgy lesz, hogy kicsit megnyújtom a dolgokat, hogy lássuk itt az alsó részét. Szóval nem tudom, mi volt az új feladat, mert nem vettem észre. Nem olvastam el. Mindjárt megtudjuk. Nyom. Oké. Okay. Azt is megtudtuk, jól van. És jelenleg nem a saját számítógépen melyen játszok, úgyhogy ez egy ilyen... Lehet, hogy találkoztok nagyon furcsa, ilyen bevillanó képekkel, úgyhogy nagyon király. Na. Jelenleg 844 akciópontom van, tehát azért majd ki fog derülni a végére, hogy kb. Mennyi maradt. Mennyi fog maradni. Hát így kb. 10 akciópont van, tyuk, el is ment. Aha, azt mondja, hogy... Bocsánat, de most nem tudok koncentrálni. Lehet, hogy lesznek valami nagyon frappáns beszólásaim. Egyszer csak. De nem biztos. Ó, egy csak Castiel. Neki mentem. És az a fej olyan furcsa. Na mindegy. Nem néztem, hogy a lábam elé, azt mondja, hogy a zaklatottnak tűnsz. Na, itt jön az első végre, amit meg kéne válaszolni. Nos, úgy van, hogy az első semleges. Aztán ez plusz, ez meg mínusz, viszont hogyha ez plusz, és hogyha mínusz, tehát alacsonyan mérünk, akkor ez nála plusz. És az alsónál, hogyha magasan mérünk, akkor ha ezt választjuk, akkor az negatív lesz, azt hiszem, valami ilyesmi. Nem tudom. Ha alacsonyan mérünk, akkor ez plusz lesz, viszont hogyha magasan mérünk, akkor mi van? Nem tudom. Nem tudok gondolkodni, segítség. Nem tudom, választok egyet, és akkor meg most kiderül. Azt mondja, most jöttél belé, én pedig minden rendben van. B. Viccelsz, te rohantál a kajam közé. Na, oké. Okay. Szóval a B lesz a jó. Oké. Okay. Ezt akarod hinni? Na, csapassuk tovább. Ah, itt egy Nathaniel. Szia, olvasod a suli újságot? Hát, igen. Ez nem olyan nagy szám. Az első a semleges, a második plusz, ez meg mínusz. Úgyhogy B. Úgy tűnik, mintha meggyőztelek volna. Mindig azon mondik, hogy milyen lesz az új lány. Tadá, itt egy Lisander. Az emberek. Nem olvastam. Ő az én emberem, nem olvas. Megint meg egy jó diák érkezik a suliba. Ó, már értem. Nem értem. Aha. No. Akkor ez az első semleges, a második az plusz, a harmadik is semleges. Azt mondja, bevallom én is az vagyok, sok kérdés akarok fejemben. Ez egy kicsit nevetséges, megvarhatnák, hogy itt lenni mielőtt elkezdnek róla beszélni. Ah, ja, B. Minden rendben veled feszültnek tűz. Nem tudok olvasni, gyerekek, bocsánatot kérek. Azt mondja, hogy szeretné beszélni róla. Nem biztos, hogy értem, mire gondolsz. Hát tudod, én voltam az új lány, Sweet Amorizban. Azt mondja, hogy...
Ó, fontos vagyok a Lysandernek. Ó, ki mondta? Most már nem tud, nem bíz, nem vonhatja vissza. Most már ki mondta? Úgyhogy, na, itt most egyébként ebben az epizódban lesz egy olyan, hogy tehát a lányokkal is ugye fogunk beszélni, és náluk is azért illendő lenne a megfelelő választ eltalálni. Itt az első a plusz, úgyhogy ezt választjuk. Ugye fel is ment a mérőnk. Aztán ugye beszélni kell majd szem Amberrel, meg a többiekkel, úgyhogy majd nem tudom hol lesznek úgy konkrétan. Így pörögnek az akciópontok így lefelé. Elég erőteljesen. Azt mondja, hogy nem bántam meg is, hogy jöttem, mindig nagyon izgalmas. Igen. Egy csomó dolgoztunk a cégen, erre mit csinál? Kidobja a szemét be. Ennyi. Azt mondja, igen, a cikke, amit csinált neki a cikket, arról beszél most, ugye, Armin. Egyébként itt ez a válaszok, három semleges van. Viszont, hogyha a középsőt választjátok, a B-t, mindjárt meglehetek, akkor viszont folytatódik a beszélgetés elméletbe. És... igen. És ennél viszont az átválasztatok, ugye az viszi, az plusz, úgyhogy az jó. Valószínűleg megkérném a kezét. Na nézd már, így csak viccelek. Jó van. Búzuljatok bele az új csajba, nem is érdekeltek. Mindenki... nem oda akartam menni. Pincébe akartam? Nem tudom. Össze-vissza kattingatok. Úgyhogy ne is aggódjatok. Van akciópont, eldaráljuk az egészet. Az összes 844-et. Abból igazából már csak 770 van, jelzem. És most kezdtem az epizódot. Szóval hallottad az új hírt? Azt mondja, nehéz lett. Akkor azt mondja, hogy... Akkor itt is van három darab semlegesünk, viszont hogyha a középsőt választatok, a B-t, akkor csak az akkor semleges, hogyha alacsony a mérőtök. De nekem konkrétan fullon vagyok. Úgyhogy ezért valamelyiket választom. Itt most bármelyiket választhatok, amelyik tetszik. Kíváncsiak, milyen lesz az új diák. Gondolom, azt remélted, hogy csinos lesz. Az nagyon, nem nagyon érdekel, lényeg az, hogy jót lehessen vele beszélgetni. Hát ez hihetetlen. Adok én nektek olyan beszélgetést. Itt egy... Majdnem mondtam csúnyát, úristen. Itt egy Amber. Itt, hogyha megkérdezed, hogy mit gondol Peggy nagy híréről, akkor ugye az leviszi a mérőt, ugye nem, mintha érdekelne. Viszont a B az semleges, úgyhogy... Tehát én nem fogom megkérdezni, mert minek? Nem is fogok hozzászólni. Na, mit gondolsz? És így ugye persze ő kérdezi meg ezáltal. Azt mondja, hogy... Oké. Az új feladat, szerez egy újságot. Hát itt van a földön. Itt. És vajon hol szerezem az újságot? Valahol megkeresem az újságot. Azt mondja... Azt mondja, hogy Priának hívják, és sokat utazik. Megegyedítette, hogy az apja üzletemben vagyok, és sokat költözik a munkáim miatt, amire még nem fog itt unatkozni. Aha. Az első az plusz, a második az semleges. Oké, ha meg kell keresnünk, akkor... akit meg kell. Nem tudom miért, de imádok a kertész klubba járkálni, mert hát miért is nem? Elkezdtük olvasni az újságot. Na, azt mondja, hogy Irisnek igazából Priya tényleg sok utazott, és több egzotikus helyen is élt.
mikor érkezik az új. Egy hét múlva jön. Igen, a Pri az nagyon-nagyon ilyen ízés lesz, de nem lesz bele gáz, ugyanis sokat utazik, ezért tovább is megy, szerintem ilyen egy epizódos hős, ilyen izé lesz. Hogy hívják? Úgyhogy... Aha! No, itt azt mondja, hogy válaszoljátok azt, hogy kivel szeretnétek elmenni, ugye a piknikre. Én úgy fogok választani, hogy most gyorsan átnyálazom itt, hogy milyen képek fognak lenni az epizód végén, amiket meg akarom szerezni, és az alapján fogok dönteni mindenképpen. Hát én nem tudtok, de én gyorsan átnyálaztam. és szerintem nekem Lizander a kedvencem, mint tudjátok, viszont a képek közül most nagyon megfelelzett a Castellanos és a Nathanielos. Úgyhogy én szerintem most a Castelleset fogom választani. Úgyhogy ez lesz. Most Castiel lesz. Nos. Nos, új feladat, haza kell menni. Hát én hazamegyek. A házunk... Van valaki a házunk előtt? Néna. Állj meg! És ilyen... úgy néz ki egyébként a csaj, mintha egy ilyen vampír lenne. Van egy anime, amiben egy vampír kis csaj maga a fő akárkicsoda. És úgy ilyen kis retek kis akármi. És ilyen ütnivaló feje van, mint ennek. Nem tudom. Nem úgy, mint te. Hogy kapnád be te kis... ez itt plusz, ez semleges, és ez negatív. Úgyhogy én nem akarom mit... úgyhogy én semleges fogok választani. Mert... A kemrezad, de a kedvencem, így nem fogok hazudni. Te kis lúgnya. Azt mondja, hogy ilyen nap a vállalkozó házuk előtt egyszer majd csak előkerülne. Ez bolond. Ez tényleg, ez valami baja van ennek a csajnak. Viszont a ruhája az jó, az jöhet. Remélem nem találkozunk. Na! Meg kell tervezni a pikniket. Összeszorult a gyomrom? Na, csapassuk neki, hidd el piknikezni, azt sem aki a legjobb... Akin a legtöbb az esélyed. Hát nem Castiel-nél a legtöbb az esélyem, hanem Lizandernél ugyebár, mert őnál a 110. És ez a feladat nem így szólt. Hát jó. Ugye így van a feladat, hogy akinél legtöbb az esélyed. Hát jó, kösz. Köszi, ezt most hogy értelmezem? Na mindegy, kösz. Jó, mindegy. Mondom, bemegyek a folyosóra, asszony. Mondom, a tanterembe. Vagy nem? Most kijönnék onnan. Tessék, azt mondja, azzal hanyag mozdulattal a fejem fölé mutatott, lehet, hogy csinálhatnák valamit ezzel a borzalommal. Bár... Az érdekes, tanap nem voltam ilyen magabiztos a Bikyó Kimi teremben történet baleset után.
Hát ez negatív, ez meg semleges, úgyhogy ne roncsuk tovább az esélyt. Aha, jó van. Ezt a csat is így, kb. Ilyen így arcon kéne rugni, hogy látszódjon a talpam nyoma így szépen az orra helyett. Olyan jó lesne. De miért nem történik be? Nem is kattintottam rá. Megőrült az egér, megőrült. Hallod? Persze. Fogjon csak az akciópont, hogy már... Na, mi van már? Na! Nyomkodom, látjátok? Jó, akkor egy pillanat, megoldom a problémát. Nyomtam egy F5-öt, hátha. Na, most oké. Okay. Tesómnak, azt mondja... Ó! Oh. Hoppá! Jaj, itt van, bolondság lenne most meghátrálni. Na mit nézel, deszkalány? És egy deszkával kéne így jó arcon csapni. És akkor tényleg deszkás lány lennék, és így teljesen igaza lenne. Attól függ, hogy mit nevezünk érdeknek. Egyszerű... Egyszerű találka. Találka? Megint elmegyünk a bevásárlóba? Micsoda? Dehogy? Piknik is szerettem volna, de... Piknik? Annál viccesebb. Hát ezt nem pont így akartam. Jól van, persze mindenki jöjjön a randinkra. Ezt így kell csinálni. Gyertek még, a pápa még nem jött el. Hát ezt a mosolyt, úristen. Őket is csak pofán kéne csapni ezzel a szívlapáttal itt. Jó, nem baj, nem baj, megoldjuk. Megoldjuk, gyerekek, semmi baj. Azt mondja, hogy... Elfelejtem a kétszemes pikniket, amúgy sem volt jó ötlet. Na menjünk órára. Azt mondja, menj el a B-terembe, az a következő feladat. B-terem, azt mondja... ő is engem nézett, az a fej, oké, rendben. Megpróbálom újra meghívni. Oha, szóval eltűnt. Új feladat, keresd meg Kastet és vedd rá, hogy jöjjön el piknikezni. Hát persze, még egy én keresge... Az anyád, legyél már a ték... Miért nem vagy a kémia terembe? A pincébe. Persze, hogy nem. Mondom, persze, hogy nem. A B-teremből most jöttünk ki, de azért megnézem még egyszer. Nem baj, az már plusz 4 akciópont, már semmi gáz. A teremben... Jó. Jó, hogy jössz. Nem adtad Kastet véletlenül? De kb. 2 perc együtt volt óránk. Ó, de nem... Úgy értettem. Oké. Okay. Takarsz, te semmi, csak rá szeretném menni, hogy eljön velünk piknikezni. Károly lenne, érte, hogy kihagyná ezt a lehetőséget, nem? Szuper, annyival is többen lennénk. Egész sulit. Azt mondja, szeretem, ha sokan vagyunk így, azokkal is beszélgethetünk, akikkel... Amúgy nem szoktam. Ó! Oh. Azt mondja, az első az semleges, a második az plusz, hogy... Most, hogy plusz szóljuk. Látjátok, fel is ment a mérőpont, ez az a jó benne. Az én megyek, még meg kell hívnom valakit. Várj csak egy kicsit. Mi az? Azt mondja, hogy... kit szeretném meghívni? Hát, azt mondja, már szóltam, amúgy nem tudom, megkezdenénk is kimért Melodit és Peggyt. Esetleg már srácokat elhívhatnánk. Láttam, hogy maga mellett Nathan és Castiel, akik kaját dobálnak egymáshoz. Ha összefutszanak, akkor szívesen meghívni, akkor hajrá. Jól van. Hívjál másokat is piknikezni. Ah, Peggy. Oh, hello. Mikor lesz? Még nem tudtuk el, hogy nem találkozom a részleteket. Oké, okay, megyek én is. Na, oké. Okay. Igen. Cica. Bejött egy macska a lakásba.
Halljátok, a gyerekek, nem viccelek. Nyitva hagytam az ajtót, és a szomszéd macskája bejött a lakásban. Na, egy másodperc, mert ezt most el kell intéznem, úgyhogy egy videót most jelenleg megvágom. Hát, érdekes élményekkel lettem gazdagabb. A cicával kapcsolatban, a folytassuk tovább viszont a csábításból jelest. Nos, köszönöm meghívást, kedves, tőled nincs mit. Tényleg néha egyedül érzem, érezheti magát Peggy, emlékszem, hogy mi aludni meg akarod hívni a pizsima partijára. Na, akkor menjünk tovább. Jó vagy, pici? Igen, kezdve most egy pinél szervezőnk szeretné csatlakozni hozzánk. Nem is tudom, mikor lesz. Órák után találkozunk, hogy beszéljünk róla. Azt mondja, hogy órák után dolgom van, legfeljebb szóltok, amikor megvan az időpont, és utána válaszolok. Oké, is. Rendben. Vissza a folyócóra. Nincs kedvem teljesen kimenni kukutyimba. Melody. Van kedvem piknikezni, jönni az osztálytársakkal? Piknikezni, ez szuper ötlet. A részleteket, oké. Kik jönnek? Rosalia, Alexi, a szerzők, és sokan embert meghívtunk már. Meg fogunk hívni. Oké. Csak úgy repkednek le az akciópontok. Jó, de szerettem én ezt látni. Azt mondja, igen, Peggy és Melody csatlakoznak hozzánk, urak után ki meg telefon. Telefon elintézve, na azt mondja, hogy azt mondja, menjünk tovább, azt szuper, én megkérdeztem a tesómat, hogy több is látott, de senki nem mutatott lelkesedést, elég unalmasak. Egyik sem szeretni jönni? Nagyon meggyőzőnek kell lennem. Oké, és előtt találkozunk, azt mondja, akkor ezzel megpróbálok megkeresni Castiát. Következő, megadott fel, hívjam másokat piknikezni, oké, de miért Castiá még mindig nincs meg? Hol lehet? Hallod? Itt van. Több idő kell, hogy azt megszervezzük. Tudod, kihez beszélsz? Mi a manót csinálnék én ott? Nem tudom, mindegy, hagyjuk. Azt mondja, hogy... Neki nem fontos, hogy velem legyen. Hát akkor kapja be a balbokámat! És az a nagy lábújkomat. Tettem néhány lépés, hogy eltávolodjak tőle. Hé, várj! Elkapta a karom? Úristen, romantikus helyzet! Nem jutott van, oké, ha szeretnéd, piknikezhetünk, de a többiek nélkül. Már az is lefáraszt, ha rájuk gondolok. Vagy ha úgy érted, hogy kettésben mennénk? Ja, ha nem félsz velem kettésben lenni, eladom a szívedet és a vesét a fekete piacon. Egy doboz cigiért! Ja nem. Nagyon vicces vagy, akkor majd még megbeszéljük. Oké, igen. Nyugi deszkalány, hallod, én megcsapom. Megadott a feladatot, keresd meg Kassz és Pedra, igen, ezt megadottam. Azt mondja, nem szóval előre sikerült meggyőznöm, sőt, elértem, amit igazán szerettem volna. Kettesben tudok egy kis időt. Már a gondolatos gombóc van a torkomban. Egyelőre jobb lenne, ha inkább csak az első piknikre koncentrálnék. Úristen, mennyi piknik van? A nap végén kimentem a surjáli, hogy csatlakozom a többiekhez. Jézus! Na, ez legalább végre piknik, el valami... Elég sokan lettünk, igen. De az a kapucin, izé, kapucsino, az mi a tökömet keres ott? Azt nem hívtam meg. Igen, azt hiszem. Te jó ég, igen, az angol neve kapucin, úgyhogy de Carla, magyarba. De én, ez nekem gyerekek, ő kapucino lesz, jó? Mert miért ne? Meg kihívta meg, annál jobb, ha elmennénk. Hát ez valahogy, hogy itt állunk. Oké. Na, és miért nincs kép? Közeli busz megálló? Jó, ezt ti is látjátok, hogy nincs kép, helyen nyomok egy F5-öt. És nincs kép, gyerekek. Cséjének valami baja történt. Ez nice. Ez nagyon jó. Na, nem, visszajött. Visszatért. Jó van. Oké. Na, oké, akkor a... Igen, a kávézó. Azt mondja, oldott hangon érkeztünk a kávézóba. Összetoltuk az asztalat, és mindenki le tudjon ülni.
Suli után kívül? Holnap balettóra jön, azt mondja, holnap után, nekem is. Azt mondja, hogy... Oké. Okay. Ezek könnyű kaják, igen, mert azon könnyű kaják, chips, csak üdítő, hát az könnyű kaják. Ha szeretnétek, ó, az jó sütti fog, azt mondja, szoktál, nagyszerűen szoktál sütni, Viola? Néha. Beleadnánk a pénzt. Hmm. Istenem. Ah, oké. Na nézzük, beleegyezett, hogy mit szeretnénk venni, és megegyeztünk egy személyenkénti 10 dolláros költségvetésben. Hát nekem jelenleg 766 dollárom van. Szerintem az bőven elég. Én benne vagyok. Én nem. Felejtem el, megígérem. Azt mondja, hogy Alexi velem jön. Új feladat, menj haza. Hát én hazamegyek. Mondom, hazamegyek. Nyomom a gombot. Nyomom a gombot. Megint csinálja. Mi van ezzel? Hát megőrülök. No. Szóval kettesben leszek Kasti ellen. Nagyon jó, hogy ez nem lesz az első alkalom, de most ez különleges lesz. Oké. No. Szerintem akkor innen fogom folytatni a második, a part 2-t. És akkor mindjárt. Mindjárt találkozunk.